A Debreceni Egyetem egészségügyi kara évtizedek óta nyílt nappal várja a felvételiző középiskolásokat. Ezt évente két alkalommal szervezik meg, decemberben és januárban. Az oktatási intézmény fejlesztése is hozzájárulnak ahhoz, hogy a hallgatók tanulmányaik elvégzése után minél hamarabb el tudjanak helyezkedni. A statisztika szerint az itt végzett friss diplomások 90%-a fél éven belül, egy éven belül a diákok további 10%-a is elhelyezkedik. Az elmúlt években több uniós pályázatot is nyert fejlesztésekre az intézmény, amelyeket az infrastruktúrális feltételek javítására fordítanak majd. Összesen a források kb. 500 millió nagyságrendűek, ebben természetesen benne vannak laborok fejlesztése is, amit még nem említettem. Itt nagy értékű eszközök beszerzése is meg fog valósulni. A molekuláris gerontológiai laboratóriumot fogunk például létrehozni, és hát ezek is tulajdonképpen a kutatást, illetve a hallgatóknak is rendelkezésre fog ez állni olyan értelemben, hogy bekapcsolódhatnak bizonyos kutatásokba is. Tavaly kiemelt létszámban jelentkeztek hallgatók az ápolás és betegellátás alapszakra és szülésznőképzésre, de évek óta a mentőtiszti szak a legnépszerűbb a diákok körében. 2014 óta tanulok itt, 4 éves ez a képzés. A terveimben szerepel az, hogy mentőtisztként fogok dolgozni itt Nyíregyházán, szeretnék a mentőállomáson. Nekem nagyon tetszik ez a szak, szeretem az érdekességeit, nagyon sok új dolgot tanultam meg, mióta ide járok, és szeretnék ezzel foglalkozni a továbbiakban is. Jelenleg 1300 hallgató tanul a kar valamelyik szakán. Az ide újonnan érkező végzett középiskolások idén 6 alap- és felsőoktatási szakképzésre, valamint 4 mesterképzésre jelentkezhetnek. Ennek határideje február 15-e. Szeptembertől pedig a szociális munka alapszak duális képzésként indul majd az intézményben.